Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Gyakorlatilag egy érdekes, de periférikus témával fogunk foglalkozni. Hogyan lehet megvédeni egy állományt a véletlen vagy szándékos törlés, felülírás, átirás ellen? Hogyan? Ez nagyon fontos. Miért fontos ez? Vannak olyan állományok, mondjuk dokumentumok, konfigurációs fájlok, amelyeket nem szeretném átiratni semmivel. Nem szeretném az, hogy valamikor, valahol és valaki törölni tudja, nem szeretném az, hogy bele tudjon írni egy program, esetleg rendszerfrissítéskor az én saját beállítású konfigurációmat felülírja a rendszer, vagy esetlegesen belenyújjak én, és utána nem lesz jó. Tehát mi a lényeg? Törölhetetlen, áttérhatatlan dologgá változtatni egy állományt. Nyilvánvalóan erre több megoldás van, én egyetlen egyet szeretnék bemutatni, aminek a neve, ahogy lehet látni, CHATR. Tehát az attribútumokkal, a tulajdonságokkal fogunk mi foglalkozni. A lényeg az, hogy érdemes véleményem szerint ugyanúgy, mint bármikor, bármilyen elgondolást véleményt, interneten látod a dolgot, hát bizony nem kapásból éles dolgokon kipróbálni, hanem teszt környezetbe. Ennek örömére én létrehoztam egy teszt könyvtárat a Doksi könyvtárba, de teljesen mindegy, amiben van itt egy úgynevezett teszt TXT, bele is nézhetünk egy cikkemnek, az éppen aktuális cikknek erről szól a cikknek, az egy részét másoltam bele, nyilvánvalóan, hogyha elkezdesz egy cikket érni vagy egy levelet, vagy akármit, hogyha véletlenül kitörled, az nem lesz jó neked. Oké, okay. természetesen tudom azt, hogy a modernebb grafikus felületeken a törlés nem is törlés. Mert a program nem törli ki az állományt, hiába hiszed azt, hogy a szuper titkos doksit, amit el szerettél volna tüntetni, azt eltüntetted és kitörölted, hanem nem es egyszerűséggel begyömöszöli általában a kukába. A kukából azért egy ideig, amíg a kukát ki nem törlöd, ki tudod abból guberálni, azt az állományt vissza tudod állítani. Oké, okay, ez szuper de ez nem végtelen ideig, meg természetesen sok egyéb ellen nem véd, például a felülírás ellen nem fog téged megvédeni. Felülírás, átírás fontos, mert akkor is adatvesztésed van, hogyha van egy állományod, egy konfigurációs állomány, és véletlenül azt átszerkeszted, vagy akaratlanul éppen belemásolsz valamit, azaz védetté kell tenni egy állományt. Hogyan tudom ezt megoldani rendesen, illetve egyszerűen? Hát én természetesen a terminálos feladat mellett vagyok. Számomra ez a legkényelmesebb. Mindenkinek azt javaslom, hogy ne guberáljon az interneten olyan programokat, ami az CH attribútumokat éppen át tudja állítani, meg ilyesmi. Az alapfájkezelők ezzel nem szoktak foglalkozni. Oka van egy természetesen. Azaz, terminálba fogunk dolgozni, nyitunk egy terminált, azt mondja, hogy terminál megnyitásban, és szépen összép nyomom a terminálunkat. Miről beszéltem? Azt mondtam, hogy a ch a TR nevű programocska lesz az, ami számomra fontos. Igen, ennek van man oldala, tehát olyan manuál oldala, ami a tól Z-ig mindent leír, igen, ennek van helpje, és igen, sokkal többet tud, mint amit én bemutatok, de most egy célfeladatról beszélünk, arról, hogy immunissá tegyük ezt a text, txt oké, okay, megadtuk ennek azt, hogy i plusz i, Adjunk egy immunitást annak, aminek mi éppen a nevét beírjuk, megnyomom a gombot, a perjelet és a nagy T betűt nekem elegendőmvel egy darab fájl van, ebben a könyvtárban a T betű, majd utána a tabot nyomom meg. Beírhattuk volna a text TXT t természetesen, de nyilvánvalóan, hogyha hosszabb, kifejezőbb ez a név, akkor nem feltétlenül az lesz, hogy én gépelgetek, hanem az első pár betű. Majd a tab szépen ki fogja egészíteni, és enterezzük. Hát azt mondja, hogy a művelet nem engedélyezett, hát igazán miért nem engedélyezett? Azért, mert én sima emberke vagyok. Hát a sima emberke még a saját cucainak is az attribútumához, tehát feljebb kell léptetni. Azt mondjuk, hogy sudo, ez egy komoly dolog, tehát érezzük, hogy sudo az komoly dolog, és enter, oké, okay, bekéri a jelszavunkat, tesztként átállítottam három arra, és mi történt? Nem történt semmi. Miért nem történt semmi? Vélhetően a Linux elég intelligens ahhoz, hogy ne csináljon-e nekem hosszú írásokat akkor, amikor nem kell. Azaz, mit csinált? Elvégezte a dolgát. kalapkavát? Na hát nézzük is meg, miről is beszéltem. Hát ezt szépen eltesszük innét, és akkor azt mondjuk, hogy próbáljuk meg, mivel mi nagyfiúk vagyunk, grafikus felületen eltüntetni a dolgokat. Azt mondja, hogy törlés. Nem, nem, nem a kukába akarom tenni, hanem töröltetni. Azt mondja, biztosan véglegesen törölni kívánja a következő akármi, mert törlés. Hiba történt a text TXT törlése közben. Ops, mi lehet itt a gond? Hát természetesen hiba a fáj eltávolítása közben a művelet nem engedélyezett. Miért nem engedélyezett? Mert egy felettes joggal rendelkező emberkeként én azt mondtam, hogy ennek az attribútuma tulajdonsága immunitásos legyen, immunis legyen, bármilyen, külső behatása. Hát bizony, akkor mit lehet csinálni? Ráütünk a mégsére, vagy a kihagyásra, ugyanaz az eredmény, nem tudtuk törölni. Oké, okay, ez nagyon szép dolog, nézzük is meg a következő dolgot. rákattintunk, megnyílik a szerkesztő, és próbálkozzunk megtörölni. Óha! Oha, itt valami nagy probléma van. Azt mondtuk, hogy immunis legyen mindenfajta külső behatása, és mégiscsak lehet szerkeszteni. Itt valami nem stimmel. Hát nézzük is meg, hogy mi nem stimmel. Hát természetesen én kitörlök egy sort, vagy kettőt, vagy ameddig éppen a törlés. nyomom, oké, okay, és megnyomom a ctrl s -t. Megnyomtam a ctrl s mentsünk. Most már mindenfajta mentés megcsináltunk. Az, hogy én valamit csinálgatok egy állományon, az semmit nem jelent. Akkor lesz véglegesítve a oh, akármilyen változtatás itt a törlés, amikor azt én le tudom menteni. Menet közben mindenki ütögeti a kontrollást, ilyenkor mind a villám. Utána rá fog ébredni, hogy egy immunis ütögethetünk mi bármit, akár a fejünket. Az asztalba is, megnézzük a mentés, nincs mentési lehetőség. Nincs mentési lehetőség, csak másképp tudjuk menteni. Azaz, hogyha én azt mondom, hogy éppen becsukom ezt az állományt, bezárásmentés nélkül mégsem, mégsem akarom becsukni, visszamegyünk szerkesztése, az van felajálva, hogy mentés másképp, másképp le tudod menteni az új tartalommal, de a régit nem tudod felüriatni, Miért? Mert immunis nagyon-nagyon kényelmes dolog, bezárásmentés nélkül, és igazából mivel mentés nélkül zártuk be, nyilvánvalóan semmi nem változott ebbe. Nézzük is meg, hogy a Neovim mit reagál erre, az egy másik szerkesztő, kipróbáljuk. Oké, megnyitottuk, hevesen nyomkodni fogom a D betűt, a D, 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 és eltűntek a sorok. Itt nagyon intelligensen Fölhívja a figyelmemet, hogy ez egy írásvédett állomány, evelő nem fog tudni semmit csinálni. Hát szerkesztheted az állományokat, hát irogathatsz bele, akármit nem fog változni, próbáljuk meg lementeni. Nyilván a lementés úgy működik, hogy 2.v, és Eneter azt mondja, hogy bizony ez írásvédett, ezzel aztán semmit nem fogunk tudni csinálni, hát azért én kilépek belőle. Kiléptetést sem engedélyzi olyan egyszerűen, akkor próbáljuk meg Q felkiáltó jellel, na no hát azzal becsuktuk az ablakot. Super! Hogy jártunk, mit csináltunk? Immunisá tettük ezt az állományt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. mondhatjátok azt, hogy oké, okay, ez nagyon szép, de nektek van egy kis millió plusz egy állományotok, vagy egy egész könyvtárat szeretnétek immunisá tenni, akkor milyen lehetőségeitek vannak? ugyanebbe a könyvtárban a dokumentum tesztbe, ott van a szép elnevezési könyvtárom, hát bizony akkor mit teszünk, visszaléptetünk, most már ügyesen azt mondjuk, hogy sudo chatr, és mit szeretnénk a könyvtárat, és az abban lévő összes állomány, tehát rekurzívan az összes állományt szeretnénk mi biztonságba helyezni, akkor hát rekurzív hozzáadás, az mit jelent? Nyilvánvalóan már mindenki sejti, hogy a rekurzív az egy erbetű, egy nagy darab erbetű lesz, és hozzáadjuk az attribútumot, azaz a rekurzív módot, a rekurzív, és akkor mi történt? Megint nem írt ki semmit gyakorlatilag, mit lehet csinálni. Megnézzük, hogy a szép könyvtárunkban lévő állományokat ő védetté tette, rögtön látni, hogy védetté tette, meg tudod nyitni. Meg tudod nyitni, de éppen beleírogatni nem tudsz. Az alkönyvtárat is védetté tette, a benne lévő állományokat meg tudod nyitni, de a mentést nem engedélyezi. Látod? Látod? Nagyon fontos, a mentést nem engedélyezi. Tehát megkapta az attribútumot, amire nekünk szükségünk van, bezártam. Oké, okay, milyen attribútumja van ennek az egésznek, és hogyan tudjuk azt megnézni, hogy ez valóban megtörtént-e? Megint megnyitjuk Terminálba, megint összenyomom egy picit, és meg szeretnék győződni, hogy a bent lévő állományok, amik ebbe a könyvtárban vannak, ez a kettő darab rengeteg, az valóban immunissá lettéve, nyilván az előbb láttuk, hogy nem tudom szerkeszteni, tehát itt már valami védelem van, hogyan tudom megnézni? Hát a Linux alatt, ha valamit meg akarunk nézni, valószínű, hogy az LS gondolattal indul, tehát LS, ATT, simán, mert mindenféle paraméter nélkül ki fog írni mindent, simán meg fogja tenni, hogy megkapta az I betűt, illetve kiírta, hogy megvan az I betű, immunisak vagyunk, oké? Okay de nekem életem vágyaja a test txt jelen pillanatban átirogassam, mert éppen folytatni szeretném ezt a dolgot, akkor mi a feladatunk? Hát nagyon egyszerű a feladatunk. A feladat lényeg az, hogy bizony le kell venni az attribútumot az adott állományról, az hogyan csináljuk. Nyilván már mindenki hogy hogyha az előbb pluszit kapott, akkor most minuszét fog kapni, oda fogunk menni, és beírjuk, hogy sudo chattr kötőjel i, mit adunk meg, megadjuk a fájnevet, szabályosan szeretem megadni, pont per, mit jelent a pont per? Hát természetesen azt jelenti, hogy az ebben lévő, ebben a könyvtárban lévő állományról van szó, tehát meghatározzuk az elérés utat, megadhatnánk akárminek az elérési útját, de én azt gondolom, ha nincs nagy gyakorlatod, akkor menj be az adott könyvtárba, és ott ad meg azt a parancsot, amivel te valamit akar csinálni, mert egy hosszú elérési út mentén megadott dologba hiba lehet, elütések lehetnek, nem látod mi a pontos neve. Hát itt látjuk a pontos nevét, hogy nagy T, egy tabbal kiegészítjük és enterezzük. Természetesen sudo jogom lejárt, akkor az ad hozzáadjuk és nem történt semmi. Nézzük is meg, hogy a teszt szöveget tudom-e szerkeszni, Persze, hogy tudom, mert levettem róla a védelmet, ezt kitörlöm. Ctrl S, megnézzük azt. Természetesen, hogy valóban már van mentési lehetőségünk, és ha becsukjuk, enged minden további nélkül. Tovább a felülírás, átírás ellen ez meg fog védeni, nagy katasztrófák ellen nem természetes, de nem is az a célja. Az az érdekes, hogy sokan nem ismerik ezt az egyszerű dolgot, én úgy gondoltam, hogy ezt a 10 percet rászánjuk és kipróbáljuk. Azaz, kipróbáljuk. Én már kipróbáltam, most rajtad a sor, ugyanígy próbált ki egy teszt könyvtárba, győződj meg róla, hogy nem lehet törölni, nem lehet beleírni, nem tudod piszkálgatni a tartalmát, és természetesen, ha tetszik, akkor használt egészséggel. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!